Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján. Hiába kezdett a kormány kampányba a 13. havi nyugdíjnak hazudott juttatással, az idősek ennél sokkal nagyobb mértékben szenvedték meg az elmúlt hónapok rekordmagas élelmiszer árait. Miközben a válság kezdete óta közel egy éve a nyugdíjasok semmilyen rendkívüli juttatást nem kaptak a kormánytól, az infláció már tavaly nyáron Magyarországon volt a legmagasabb, az egész Európai Unióban. Éves összehasonlításban 3 és 6% között drágultak a húsok, közel 13%-kal a felvágottak, 12%-kal az olaj, 10%-kal drágult a liszt és a cukor, nem is beszélve a gyümölcsök elképesztő 27%-os drágulásáról. Ezek egytől egyig a KSH hivatalos adatai, ennyivel többe került minden idős embernek a bevásárlás a válság hónapjaiban. A Demokratikus Koalíció szerint a kormány által 13. havi nyugdíjnak hazudott juttatás csak sebb tapasz azok után, hogy a pánik kormány magukra hagyta a nyugdíjasokat a válságban. Hiába drágult hétről hétre szinte minden alapvető élelmiszer a gyenge forint miatt, az idősek semmilyen segítséget nem kaptak a kormánytól, hogy hó végén is be tudjanak vásárolni. Akkor kellett volna 50 ezer forintos azonnali juttatást adni a nyugdíjasoknak, ahogy a DK javasolta. Ezt nem pótolja a 13. havi nyugdíjnak hazudott, egyébként egy heti juttatás sem. Arról nem is beszélve, hogy tudjuk, a svájci indexálás megszüntetésével a Fidesz 10 év alatt átlagosan 1,2 millió forintot vett el a nyugdíjasoktól, 35-ször annyit, amennyit most ebből visszaad. Éppen a Fidesz igazságtalan nyugdíjszámítási módszere vezetett oda, hogy a vásárló értéket nézve egy cseh, egy szlovén, egy lengyel vagy egy szlovák nyugdíjas is jobban él a magyarnál. Ennek köszönhető, hogy 2010 óta háromszorosára növekedett az elszegényedő nyugdíjasok aránya. Ez volt az alaphelyzet, amikor tavaly tavasszal berobbant a járvány, a forint összecsuklott, az élelmiszer árak pedig kilőttek az űrbe. Akkor kellett volna 50 ezer forintos azonnali juttatást adni a nyugdíjasoknak, ahogy a DK javasolta. A Demokratikus Koalíció szerint a kormány által 13. havi nyugdíjnak hazudott juttatás csak sebb tapasz azok után, hogy a pánik kormány magukra hagyta a nyugdíjasokat a válságban. Akkor a válság kezdetén kellett volna 50 ezer forintos azonnali juttatást adni a nyugdíjasoknak, ahogy a DK javasolta. Ezt nem pótolja a 13. havi nyugdíjnak hazudott egyébként egy heti juttatás sem. Arról nem is beszélve, hogy tudjuk, a svájci indexálás megszüntetésével a Fidesz 10 év alatt átlagosan 1,2 millió forintot vett el a nyugdíjasoktól, 35-ször annyit, amennyit most ebből visszaad. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!